el akarok menni, kicsit szórakozni. Csak nem Zsolti is, menj véletlenül. Ja, én Zsoltival inkább, akkor felkötöm magam. Már ha megy, akkor megy! Ki Zsoltival menjek az árulóba? Úgy, a kis plegykafészekkel menjek, hát az nem nyara lassan. Ezt tudom, minden 5 percig így hívogatnám. Béja, 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 béja! Hát akkor inkább nem mennék buliba. Hallod? Van itt valaki. Hát Szilvi fent van. Nem jött le. Hát én nagyon félős vagyok gyerekkorom óta, egyszer nagyapám nagyon megijesztett, és sosem felejtem el azt az érzést. Hát ez a majom mit keresünk? De mit keresünk? Gyere majd ide! Mit keresünk? Hát nem te bolond vagy? Te megbolondultad? Ha bolé? A múltkor a falban, a halászban, nem most, ha mit a pivat? Gyere ma ide! Mi van itt? Akkor mit csinálsz? Most játszol, mint az öt éves? Ha mit csoda van? Akkor nem akartam megsemmisíteni. Ha? Én itt kézed semmi, mit csináltam? De miért nem tűzottam fel? Te gyerek! Győzi, nem akartam otthon megsemmisíteni. Ja, Balázs, hogy te mindjárt... Hát te dik ma be, a fajn elharasztottad át a megébe. Hát elharasztottad a vécét! Már mindjárt megcsinálom én. Te elharasztottad a vécét! Győzi! De várjátok már ott van a szavak! Hogy jött nem akartam, hogy meglássa mi? De hát itt beszélgettetek én, az beosztottam a vécébe. De minek kosontam, miért nem otthon raktad a vécét? Mert valamit az asszony. Nem értem. Nem értem, hogy miért nálunk, miért nem ment ki az alsót vécénkre, ami van itt a kert végén, miért nem ment ki oda, miért nem oda dugtál, hogy nem értem, hogy ez normális dolog? Szerintem ő nála nagyon elgurult valami. Hogy jött ki egyedül? Hogy jött ki egyedül? Engem ne idegesítsél fel! Engedj, ne idegesítsél fel! Te ha kell Enci Zsolti vagy, ha kell rendező vagy, mi mindjárt felemerem oda a vécébe! Így szívd fel a vizet! Hülye állat! Vagy baromja! Ezeket akartam megsemmisíteni a blokkokon! Minden innen azt akar az én vécében dugrasztod el a blokkokkal! Na. Ne húzd le! Ne húzd le! Hát jön ki a vízbe! Hát jön ki a víz, elrohaznád a tiszta hülye! Ez a víz, ha mit csinálod? Víz, hozzá már rongyot! Honnan hozzád, hogy ne ordibáljál! Elrohaznád! Gyere, gyere, gyorsan, hogy itt van! Gőző, ha ne ordítsam a... Gyere, gyorsan, hogy itt van! Ha ne ordítsam, ha megcsinálod mindjárt! Borika, ha gyere, gyorsan! Ha jött, hogy kapatok! Endről, hogy nem beállod! Kapita, most tényleg elmondom! Hajnál, hogy te! Endről, az kell, gyorsan! Kell mi válni csillni? Nézd, amit csinálta, nézd, aki engedte a vizet a vécéből. Azt a f***re! Kell mi válni? Csináltam meg reggel, mit csinálta? Csillni! Hát mi? Csinálja nekünk a munkat, te he! Ne! A vécébe én nyúlkálok bele a f***be! Én elkezdtem kiszedni a papírt, bele is nyúltam. Nekem nem probléma, hogy hova nyúlkálok. Nyúlkálok én mindenhova. Tehát ő fertőzést kap, ő vigyáz magára, hogy ő nagy énekes gyerek, nagy celeb gyerek, ő nem nyúl semmihez, szóljunk valakinek mindjárt. Először meg kell próbálni, hogy önerőből meg tudjuk ezt a problémát oldani. Oh! Hú, ilyen disznól csinálni, ilyen disznól csinálni. Na, most menjél haza, már hívok Tibit, menjél haza! Hívok Tibit nekem, itt be, most te rakja ki a vizet, te telefonolgassal ma! Hát el fog minket itt arasztani ér! Menjél haza, felhívom Tibit, menjél haza! Mondom, menjél haza! Ne oldítsam, amikor oldítsam! Hát nézd nékem, bassz! Hát, hogy oldítasz, abban nem lesz te oldva! Mindenhova szétveri a vizet! Hát szétveri a vizet! Hát, hogy oldítasz, megcsinálom, humbálom! Ne Zsolti! Akkor szedd ma le! De nem megyek, mert én főzök! Most ma a regemban! Menjél ma haza, mert szólok Tibi! Húzzonak oda a vécét, ha még egyszer megdobod azt a gombot! A tiszta víz itt minden, ahol szólok rájá! Menjél ma magadnak haza! Hát én nem értem, gyerekek, szóljam a háziorvosnak, be kell minket ótani! Ócika itt tavaly így jártak, hogy kiment a vécét, azt mondja, hogy jaj, nagy fertőzés kapnak, Ócika egy hétig nem tudta kimenni a faluban! Gyere onnan, Győző! Gyere onnan, mert megkotorom! Megkotorom! Gyere onnan! Megkotolom! 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 Meg kell kotorni! Mi van? Most hol a kettőn az így? Megkotolom, Győző! Megkotolom! Na, gyertek onnan! Zsolti! Gyertek onnan! Zsolti! Ne megy minden! Zsolti!
Haza! De melyiket? Már rég meggondoltam, melyik javasol? Kifelé! Most kiítem ezt a kivaltyom, megkotorom! Nem kotorod meg, mert én kotorlak meg, menj haza! Hát én el sem tudom képzelni, hogy Bea meggyőző mit csinál ebből ilyen nagy problémát. Én kétkezű munkás vagyok, én a problémákat a két kezemmel szoktam elhárítani, nem mindjárt szakembernek telefonálni. Gyere, Anna! Ne! Gyere, Anna! Gyere, Anna! Gyere, Anna! Nem tudtam, hogy van neki ilyen kémény seprős cucca, és most ma tudom. Hogyha majd eldugul a kémény, akkor majd szólok neki. De egyébként, hogy ő azzal ott mit a francot akart, fogalmam nincs. Ne, kit hívsz győződét? Mennyi haza, mert így mentsen, mennyi magad a kazán. Mert minek hoztok ide orvost? Kit tettük ilyen beorvost? Meg vagy veszve? Mint a veszett róka? Zsolti, te mit tettétek a bomba? Halló! Tibi, figyelj ide, gyere, ez a bolond, dilino, dilinkus, eldugisztott a WC-t, gyere azonnal én! Hát itt már minden fertőzésben vagyom, a kikerin a költ, meg az OLTD-t. Hát majd nem lett az egész ház bűzlike. Na gyere, ide kezdj! Majd nyitok ajtót, meg ablakot. Hát gyere, hát ez a tiszta, bolond, zavaros, elbebeteg osztály! Kedődött nem használom, hozok másokat. Gyere, kikezi, ez ma mindjárt jön a reklamária, ma a Szilvi. Ezt akkor szépen megcsinálom. Szilvi, van olyan, hogy be kell önteni. Tudod, és akkor az a, de ez nem valami. Várjatok, ma! Nem, a víz, beja! Ennek egy kicsit le kell belőle szedni, azt úgy beleönteni. Várjatok, ma mindjárt jön a dugulás elhárítás. Szia, gyerek! Szia, üdvözöllek, ciao! Gyere! Na, mi a probléma? Ez az idióta majomé eldugasztotta a WC-t. Eldugasztotta a WC-t. Nem igaz, hogy ízíteket, mert mindjárt lehetok vele. Számlalt egy blokkokot. Ma azt nincs benne, anyod nem megy le. Hát van egy probléma. Megjött a dugulás elhárító, és nagyon örültem neki, hogy tényleg meg vagyunk mentve és segít. Menjél innen, mert nem bírgatod. Halló? Adjál rá még egy kis takajó! Elég innen, győző! Menjetek innen, Szilvi, mert füst lesz! Menjél, majd úgy az, mint aki nagy kapitány! Mint a bűvezető, ez az! Jó van, segítek valami? Pillanat. Van benne üzem anyag? Van benne, hát jó lesz! Adni kell egy kis gázra! Mondjad ma! Máma nem kötött ki a kórházba, akkor sem. Édes, testvérek vagyunk, győző! Jó, hogy te tiszta ideg vagy! Tiszta ideg vagy! Szeressél ma engem! Hát én nem is értem, a győző fél a munkától. Én nem is tudom, mi lesz vele, ha ő közmunkás lesz. Pedig ki lesz ő is utalva a közmunkaprogramon keresztül, győzi. Adunk neki gerebét, és hagy gerebézze reggel 7-től este 7-ig. Húzd meg a pisztolyt! Ha mennyi ma haza, de mindjárt megszokták nekem, ha mennyi ma magadnak innen elég! A kiskorunkban nem verekedtünk, most nagykorunkban kéljük azt a kiskorunkot, most többet bunyózunk, Szilvi mondja is, hogy mi most többet bunyózunk, mint régebben. Úgyhogy lehet, hogy el fogunk menni egy boxterembe, és hogy le fogjuk boxolni a kiskorunkkal, amit nem, kiskorunkban nem tudtunk leboxolni. Füst jött befelé, a gyönyörű burkolatunkra rájött azzal a motorral. Szerintem a testvérem nem százas, nem komplett, mert ilyet egy komplett ember nem csinál. Nagyon haragszom rá. Hát disznóba élünk mi, vagy mibe élünk mi? Mibe élünk? Lemegy a vécén, nézd meg, állam, hogy tettem. Menjél! Sígyja be! Valam bele pisílok! Menjél, hogy menjél! Kipróbálom, gyertek volna! Gyönjünk! Menjél! 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 Csinálsz itt nól a tekenit! Hol a mindjárt, nem megy rendesen. Az anyagiakat ő rendezik. Jó, megírod a számlát, jó? Persze, rendben van, oké.
Hát így majd, tényleg, hát már mindenre gondoltuk, köszönöm Timon. Hát de így hagyja a házat, hát nálunk minden szabad. És gyere f***na ide nekünk, hát most már lefagyasztunk. Bizai otthon, itt vagy, többet nem vizelsz. Szerintem abszolút direkt csinálja, hogy átjár hozzánk tönkretenni a dolgokat. Nem tudom, őt megszállta valami szellem. Szellem szállta meg őt egy szellem. Hónap hozok egy vödörmeszetet, lehúzom! Szavaztok, Győzőm! Menjél ma magad! Szia, ugyan szoktunk a kell menni! Menjél ma haza, Győzőm! Bea! Gyerekek, én nem bírom, én nekem tableta adtok be! Szervusztok! Nekem én tableta adtok be! Győzőm, szia! Menjél ma magadnak innen, te útalatos dögvégé! Te fertőz! Azt, hogy Győző állandóan ordít, azt már valamilyen szinten megszoktam, de az, hogy most akármi történik, akkor csak non-stop ordít, megállás nélkül, szünet nélkül nincs benne 5 lélegzetvétel, nincs benne, akkor ott elkezdek én is alaphangot be, beskálázok, megy. A nem bírom, hogy nem bírom, hogy úr megyek, itt lajt, nem működik! Sem! A te motor tönkre megy! Az itt tele kérlek! Jaj, már nem tudom én! Szabad! Téged is hunni a testőrömök! Vagy lesz be!